szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a CDDA folytatása, az intoleráns ragadozónkkal. Békésen visszaértünk, bepakoltunk a járműből, kényelmesen rágcsáljuk a elrakott halat. Remek. Még van némi kötözés rajtunk, úgyhogy itt az ideje, hogy aludjunk. Na, mentsünk, az mindig hasznos. Ó, itt az ideje egy vitamin kúrának is. Egy kis halat, együnk egy adag multivitamint, ha megtalálom. Jó, kötözésünk kimúlt. Némi vesszőre szükségünk lesz. Kézbe vesszük. Gyártsunk lőszert. Találtunk. Nem találtunk jobbat. Chunk of steel. Scrap metal, elég sok van. Műanyag darabka bőven akad. Remek. Kérdés, hogy melyik pisztolyt, vagy lőszert, vagy fegyvert tároljuk. Ugye egy Berettával nyomulunk jelenleg, mint tartalékfegyver. Ami nem rossz egyébként, de itt azért vannak jobb opcióink. Masszív puska. Ezt jobbnak tartom. Ezt a felderítő fegyvert. Pontosabb, precízebb, stb. És úgyis az a lényeg. Nem, csak a 25-ös tár fér bele. Kár. Száz lőszert azt itt tartjuk. Ih. Na, mindjárt jobban állunk. Lőszert azt bedobjuk ide.
aztán remélem sosem nem felejtjük el, hogy nem akarjuk kiszedni. Kérdés, hogy meg tudjuk-e javítani. Nem, mert ahhoz, hogy javítsuk, Gunsmith Repair Kit, vagy Firearm Repair Kit kellene. Alapvetően egy pár eszköz kéne hozzá csak. Ami jó. Lehet, hogy jobb is lenne, mint a toolboxunk. Metal working chisel az, ami kérdéses. A wrench meg a hammer az bárhol beszerezhető. Reális, hogy mi ezt gyártjuk. Na, hát akkor egyenlőre viszont a puskát is berakjuk úgy, ahogy van. Upgrade-eljük a cuccainkat, hát ha egy kicsit tartósabb lesz. Így is viszonylag könnyű. Remek, tönkretettük a gatyánkat. Ami azért vicces, mert az fölösleges volt. Azt azért volt rajtunk, hogy szállítsuk. Yeah. Na hát akkor az hiba volt. Mindegy. ...10%-ot nyertünk a tailoringba, hát ez nem volt egy jó kör. Hogy állunk? Alapvetően jól. Nyilván némileg több rak... ...tároló az hasznos lenne. Van itt valami érdekes lángszóró, ha más nem, hogy a lángszórókat egy kicsit gyakoroljuk. Elvileg tudunk mindenféle fegyverhez tölteni lőszert. Ha lenne egy csomó mindenünk. De reálisan nem.
Lámpaolaj, mi egyéb? Elektronikát jó lenne gyakorolni. Ezt szét lehet szedni. Mechanikát is nyilván jó lenne. Ott tudom mi kell, megvan a szemüveget, hazahoztuk, úgyhogy elvileg akkor tudunk majd egesztőt, nem is egesztőt, hanem szemüveget, egesztő szemüveget. Úgy bizony. Duct tape. Remek. Hát ehhez éppenséggel egyéb cuccok kellenek. Kerékcsere. Remek, és akkor már csak egy nagy kerékre lesz szükség. Van még. Na. Kicsit komolyabb kerékekkel láttuk el az eszközt. Az hasznos, de nem annyira az a lényeg lenne, hanem hogy tudunk gyártani heating elementet. Elektronika majdnem kettő.
egy ilyen lámpa. Scrap metal. És megvan az elektronika 2 helyes. Szedjük szét azt a két zseblámpát, amit csináltunk, mert nem kell. Itt van. Éhesek, szomjasak vagyunk. Azért van a hal. Víz. Száz egység. Oké, honnan szerzek fát? Kell innen. Két első segély. Az biztos nem kell. És remekül így. Steel jerrycan, abból biztosan rengeteg lesz. Csinálunk sok-sok-sok tiszta vizet. Hát, minek is. Oké, készíthetünk gabonaféléket, de azt nem tudom utána megenni. Azzal csak ez a baj. Tio Taco. A meat soup-ot meg tudjuk enni. Az jó hír. Se baj. Mikromotor. És mi egyéb?
Oké, azt hiszem itt az ideje, hogy aludjunk. De előtte kötözzük be magunkat. Mert az úgy jó. Na hát, folytatjuk az elektronikai képzésünket. Mert sok minden hasznos szumó kijöhet belőle. Ismét problémák vannak a vitaminkészletünkkel. Nem túl meglepő módon. Ha egyszer halat és egyebet eszünk. Hogy áll a elektronika képzésünk? 25. Hát elég sok ilyen backup beeperre lesz szükségünk. Amivel a legnagyobb gond, hogy utána szét is szedhetjük. De hát ez van. Fölhúztuk 3-asra a képzettségünket. Kicsit éhesek vagyunk. Remek. És 3-as elektronika, ami majd valamire jó lesz. Van-e valami tényleg hasznos funkció, amit megtanultunk? Igen, ez a lényeg, hogy a... az autóakkumulátorokról tudjuk üzemeltetni. Kell egy a hegesztőnek, meg egy... hogy hívjáknak. Hegesztő nálam van, ugye? Shift Welder, merre vagy? Oké. Na. Remek. Van egy föltöltött autóakkumulátor benne. Ugye a mechanikánk. Közepes. Motoraksi. Plastic chunk.
Szurdán. Jó. Még talán fejlesztette egy kicsit a mechanikánkat is. Extra alternátor. Egy van. Napelemhez 4-es szint kéne. Mechanikával hát nagyon nincs meg. De hát szépen lassan föltekerjük a aksit. Nem frankó, de lehetne rosszabb is. És akkor mégis itt Welderben van egy csomó cumó. Oké, és hát ez ennyi lesz gyakorlatilag egy szobakerékpár, amelyik arra lesz hasznos, hogy föltekerjük az áramot, ne? Kell egy tej... azt hiszem van. Na, hát itt a probléma. Oké, és ezt átnevezzük. Töltőnek, mert a további jobban ez lesz a feladata. Sima vizet használjunk.
Na, nőtt a szakácskodásunk is, úgy látom. Jó, akkor együk a békent, mert az a kevesebb ideig elálló cumó. Van még valamennyi cumónk. Na hát, alapvetően előkészülünk. Nem feltétlenül a legérdekesebb események, de kétségtelenül, hogy nagyon hasznos. Ráadásul közben gyógyulgatunk, ami szintén egy egészséges folyamat. Na jó, azt a sós vizet, azt... Tekerjünk. Simán megsütjük. Na, hibátlan járművünk van, autó, és autószerűség. Na. Kérdés, hogy itt van-e egy alternátor benne. Először vadásszuk le azt a zombit.
ez egy meló lesz. Pár elem hazavitele. De se baj. Gondolom ehhez is kell majd műanyag. Nem, ezt simán megjavítottuk innen. Menjünk el a maradékért, még egy elem. Meg még egy alternátor. Ezek nem igényelnek javítást. Oké, akkor sokkal jobban töltöttünk, úgy érzem. Vagy nem. Csak a motorkerékpár töltőt tudjuk meghajtani kézi erővel, vagy lábi erővel. És úgyse túl gyorsan. De mondjuk az egy örökké valósági föltöltött eszközt eredményez. No.
Oké, okay. Hát ezt a hegesztőt nem tud, vagy forrasztót nem tudjuk elvinni. De nem is kell. Mert ez maga a forrasztópáka. Következő egy-két évre elég. Túl. Oké. Superglue mehet. Tekerjük fel ezt a másikat is. Hát az egy nem csekély időbe beletelik. Még feltöltjük az aksit, de végül is helyes. Korábban ez nagyon könnyű volt. És azt hiszem itt az ideje, hogy próbáljunk aludni. Majd már az árunk ezzel. Van két masszív energiatárolónk. Kicsit feljavítottuk a járműveket. Van egy töltőbiciklink, szobakerékpárunk. Illetve utcai kerékpár, mert kint tartjuk. Nem is tudom miért, de így alakult. No, folytatjuk innen legközelebb. Nagyjából rendbe jöttünk, úgyhogy majd neki lehet vágni egy felderítésnek, egy utazásnak. Az elektronikai bolt jó lenne. Kajaboltokban bőven lehet még cuccokat találni. Állatklinikán lehet gyógyszereket találni. Fegyverbolt, teabolt, szoszó. Itt is van egy fegyverbolt, plusz raktár, paintball, az nem tudom ott mit lehet találni, de annyira nem érdekes talán, kávébolt szintén, vagy mondjuk kávézó inkább, rendőrség, és itt van egy hotel. Gyógyszertár és egy könyvesbolt, az is érdekes, az is nagyon hasznos hely. Plusz még ugye itt majd lesz egy egész városrész, úgy látom.
Na hát legközelebb folytatjuk innen. Mára ennyi.